Következő férfi előfutam Jósa Dani és Viktor között. Dani ugye ma érkezett, most fut először a saraspályán. Felkészülni, 3, 2, 1. Dani nem is párbajozhat, hisz ő védett. Zászlók lent vannak, és karika egy a helyén, kettő a helyén, teljesen együtt a fiúk jönnek le a csúszdán. Eddig tökéletes az, amit csinálnak. Dani és Viktor. Viktor egy mozdulattal előrébb. Dani ismerkedése az exatlonnal elég keményre sikeredik, hogy rögtön először az egyik legnehezebb pályán, a saras akadálypályán kell jönnie, de eddig nem van szégyen, mert szinte együtt jönnek. És a végén Dani kapaszkodik ki elsőnek. Egész jól kiismerte eddig a feladatot, anélkül, hogy futott volna rajta. Teljesen együtt, sőt, Dani egy fejjel előrébb. Nincs különbség kettejük között, és jönnek át az utolsó akadályhoz és a saras asztalhoz. Elsőnek érnek oda. Jósa Dani bemutatkozása eddig nem hagy kívánnivalót maga mögött. Egyszerre teljesítették a lehetetlen küldetést, a saras akadálypályát. Egy lent van Viktornak. Dani, nem, kettő lent Viktornak. Három lent Viktornak, Daninak is lent van egy. És szedik össze a homokzsákokat. Viktor dobálja vissza, néz körül, hogy hol a negyedik. Ott van fönn az asztalon, neki már csak egy kocka van hátra Daninak, megcsípi, de nem. És most lent van, Viktor beverekszi magát az elődöntőbe. Már régen jártunk itt, úgyhogy furi volt megint ezen a pályán. Nekem is így elsőre. Az elején ott tényleg nagyon csúcs. Az első két ilyen bukkanó, ezzel alig bírtam magam átrántani. Nálam még száraz volt. Nem csúszott? Vagy miért? De csúszott nagyon. Üdv itt! Kösz, srácok! Welcome on board! Köszönöm szépen! Innen már csak rosszabb lesz. De jó volt! Még. Én ezt a pályát vártam legjobban. Igen? Hogy mehessek rajta, és ez sikerült is így az első napra. Ezt tudok intézni. Köszönöm szépen, jó, hogy ezt intéztétek. Ezzel mind gondoltam. Konkrétan úgy éreztem, mintha egy álomban lennék. Így el sem hittem, hogy ott kúszok, mászok ott a hálók alatt. Nagyon jó volt. Hát én úgy gondolom, hogy itt mindig csapatban kell gondolkozni, és mi kihívók csapatban nagyon erősek vagyunk. Amennyiben Dani a bajnok csapaton belül ugye be tud majd illeszkedni, úgymond, és fel tudja venni a ritmust, akkor biztosan nagy erősítés lesz a piros csapat számára. Dani, üdvözöllek az exatlonban! Hát milyen volt az első futamod? Köszönöm szépen! Szia, Timi! Fantasztikus élmény volt, elképesztő. Én úgy gondoltam, hogy álmodok, ahogy itt mentem a hálók alatt, kúsztam ki. Egy pillanatok alatt vége volt a pályának, észre sem vettem, akkor is figyeltem a Viktort. Nagyon gyors voltál ahhoz képest, hogy először jöttél, igen. Köszönöm szépen, elképesztő érzés, imádom. Láttam a közösségi médián, hogy 72 országban jártál már. Dominika köztük volt? Nem. Aztán? Nem, úgyhogy 73. Hogy fogadott a csapat? Ja, hát elképesztő. Akkor nagyon befogadó mindenki, nagyon értetnek, egyből az ő hangjukat hallom egyből, mint az, hogy a tévéből megszoktam a hangjukat, már most ismerem. Úgyhogy nagyon befogadóak is lett, nagyon-nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.